Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, és Timóteus atyafi. A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban. Kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus atyának mindenkor ti értetek könyörögvén, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok, a mennyekben nektek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangélium, mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán, úgy, ahogy tanultátok is Epafrásztól, a mi szerelmes szolgatársunktól, aki hű szolgája ti értetek a Krisztusnak, aki meg is jelentette nekünk a ti szellemben való szereteteteket. Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében, minden erővel megerősítetvén az ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel, hálákat adván az Atyának, aki alkalmasabbá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által bűneinknek bocsánata. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa, és őre áll nézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé.
ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, melynek lettem én Pál szolgájává. Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nekem adott tireátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét. Tudnélik, ama titkot, amely el van rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek a ma reménysége, akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban, amire igyekezem is tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Második rész. Mert akarom, hogy tudtatokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek és azokért, akik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint a testben, hogy vígasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya, és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. Mert jó lehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal szellemben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusban vetett hiteteknek erősségét. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, amely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint és nem a Krisztus szerint való. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És ti ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. Eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztá őt a halálból. És titeket, akik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ő vele, megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de valóság a Krisztusé. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott olyanokat tudakozódván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével, és nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test, a kapcsok és a kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. Ha meghalván a Krisztussal,
megszabadultatok-e világ elemi tanításaitól? Miért terheltetitek magatokat, mintha e világból élők volnátok eféle rendelésekkel? Ne fogd meg se kóstold, még csak ne is illesd. Amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve az emberek parancsolatai és tanítása szerint, amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta isteni tiszteletben és alázatoskodásban és a testgyötrésében, de nincsen bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízralására valók. Harmadik rész. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek az óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, amelynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéletlenség, idegen, szkítai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek fel azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott nektek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak, és mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedvűek. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségben essenek. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében félvén az Istent. És valamit tesztek, szellemből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát,
mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságnak, és nincsen személyválogatás. Negyedik rész. Ti urak, ami igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok tudván, hogy nektek is van uratok mennyekben. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Imádkozván egyszer s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nekem szólnom kell. Bölcsen viseljétek magatokat a kívülvalók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, mi módon kell nektek kinek-kinek megfelelnetek. Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikikusz, a szeretett atyafi és hű szolga és szolgatárs az Úrban, akit éppen a véget küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvigasztalja a ti szíveteket, Onézimusszal együtt, a hű és szeretett atyafival, ki ti közületek való. Minden itt való dolgot megismertetnek ők veletek. Köszöntiteket Arisztárkusz, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unoka testvére, aki felől parancsolatokat vettetek, ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen. És Jézus, kit Justusnak is hívnak, kik a zsidók közül valók. Csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, akik nekem vigasztalásomra voltak. Köszöntiteket Epafrás, kit ti közületek való, Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fáradt érettetek és azokért, akik Laodiceában és Hierápolisban vannak. Köszöntiteket Lukács, a ma szeretett orvos, és Démás. Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiceában vannak, és Nimfást, és a gyülekezetet, amely az ő házánál van. És mikor felolvastatik nálatok-e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiceaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiceából átvendő levelet ti is felolvassátok. És mondjátok meg Akripusznak, vigyázz a szolgálatra, amelyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed. A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval van írva. Emlékezzetek meg az én bilincseimről. A kegyelem veletek. Ámen.